A Kályoni János megyei könyvtár 2015-ben az olvasás éve jegyében hirdette meg programjait. Az intézmény egész évben jelentős teret és időt szentel azoknak a tevékenységeknek, amelyek az olvasás fontosságára, illetve az irodalom és olvasás jelenségeire irányítják a figyelmet. A 11. Hargitai Megyenapok rendezvény részeként a Hargita megyei tanács támogatásával szervezték meg az év Olvasmánya Hargita megyében című programnyitó rendezvényét. A kétnyelvű projekt célkitűzése Hargita megye legolvasottabb szépirodalmi alkotásainak kiválasztása a megye lakosságának szavazatai alapján. Célja tulajdonképpen az olvasás népszerűsítése, az olvasás kultúra fejlesztése, hogy felhívjuk a figyelmet az olvasás fontosságára. Tehát a programot az egész megyében népszerűsítjük, ismertetjük, és tehát mostantól, májustól november közepéig lehet majd szavazni egy-egy kedvenc könyvre, illetőleg kettőre, tehát egy magyar regényre, kedvenc regényre, amelyet az utóbbi években olvastak az olvasók, illetve egy világirodalmi regényre. A program tulajdonképpen kétnyelvű, tehát a román olvasóink egy román regényre szavazhatnak majd. Szavazni a megyei könyvtár honlapján a kedvenc könyve menüre kattintva, valamint Hargita megye bármely településén a közkönyvtárakban, avagy a Hargita nép a napilapban két hetente közzétett kivágható űrlapon lehet. Arra vonatkozóan nincs kikötés, hogy milyen könyvek közül kell kiválasztani a kedvencet. Mindenki arra a könyvre szavaz, amelyet ő tart a kedvencének, tehát arra a világirodalmi vagy magyar irodalmi regényre. Tehát bármilyen címre lehet szavazni, és akkor majd a végén, amikor kialakul egy lista a szavazás alapján, majd fogjuk ismertetni, hogy melyek azok az olvasmányok, amelyeket leginkább kedvelnek Hargita megyében, tehát világirodalmi mű, illetve magyar és román irodalmi regény. Az év olvasmánya program 2015 novemberében ér véget, a záró ünnepséget december folyamán szervezik meg, ahol kiderül, melyek Hargita megye legnépszerűbb olvasmányai. A névvel ellátott szavazók közt ajándékkönyvek találnak gazdára. A projekt a Kályoni János megyei könyvtár és a Hargita népe kiadóval közös szervezésben valósul meg.